ügyességi vetélkedőkkel, játékokkal, valamint Európai Uniós ismeretekről szóló totóval és kvízjátékokkal várták a családokat és a gyerekeket csütörtökön a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ előtti téren. Az idei 15. alkalommal megrendezett Európa Nap alkalmából a gyerekek az unió működéséről is tanulhattak. Az Európa Napot ugye május 9-én tartjuk általában, mert ugye ez az Európai Unió születésnapja, és ilyenkor nem csak ebben az országban, hanem az Európai Unió országaiban mindenütt ünneplik az unió létrejöttét, és hát ilyenkor azt gondoljuk, hogy a nyíregyházi lakosság is érdeklődik a téma iránt, és megszólítunk mindenkit, aki erre jár. Jöttek gyerekek, most például Mária Pulcsról van itt egy osztály, akik meglepetésünkre szinte bejelentkeztek, hogy szeretnének ide eljönni és tájékozódni az unióról, mert hogy nekünk ez a dolgunk, hogy tájékoztassunk. Idén számos évforduló kapcsolódik az Európai Unióhoz. 30 éve kezdődött a vasfüggöny és a berlini fal lebontása, 10 éve írták alá a lisszaboni szerződést, azonban nem ezek az idei év legfontosabb aktualitásai. Ennek az évnek a legnagyobb aktualitása az európai választások. Május 26-án választ Magyarország, de az európai országok május 23 és 26 között fogják ezt végigvinni. Az európai választásoknak 40. évfordulóját ünnepeljük. 40 évvel ezelőtt választottunk először, és hát ami a legfontosabb a mi számunkra, hogy Magyarország 15 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. Az Európa Napon elhangzott, május 9-én a romániai Nagyszebenben tartanak csúcstalálkozót az EU vezetői, ahol megtárgyalják a bizottság javaslatát, mely szerint a 2019-2024 közötti ciklusban egy védelmet nyújtó, versenyképes, méltányos, fenntartható és befolyásos Európára van szükség.